katonák élelmezése, a mezőgazdasági termékek piacát növeltetik. A hetedik völgységi konferencián Cserna Anna, a szekszárdi levéltár nyugdíjas levéltárosa is előadta kutatási elképzelését, ami a polgárosodás lassú folyamatát vizsgálta a Bonyhádon. Azt nézné meg, hogy a településen a 19. században milyen élet zajlott a késő feudális korszakban, mennyien éltek itt, és milyen anyagi körülmények között, milyen gazdasági következményei voltak a napóleoni háborúnak. A kutató azt mondja, a korszak végére a birtokos nemesség tulajdonképpen felszámolta önmagát. Tehát én a 1782 és 48 közötti időszakról van szó, tehát a század közepére kb. 5000 lakosa van, tehát a negyedik legnépesebb, és ami kiemeli a Bonyhádat a többi mezőváros köréből, az, hogy egy piac központ is. Tehát ez is egyébként a kutatásnak a tárgya, hogy ez milyen mértékben, és mi a mozgatója ennek a piac központúságnak. Tehát ez egy terménykereskedő volt. Harmadik, a Toldamár megyében harmadik legnagyobb terménykereskedői központ volt. Hát most nem volt nagy vonzás körzete, mint mezővárosnak, meg uradalmi központnak, meg közigazgatási központnak, de a bölcségi kistérségben igen. Tehát ez is vizsgálandó, hogy mi az a szempontok, vagy mik azok a fontos elemek, amelyek ennek a szerepkörét lehetővé tették. Mert ugye ott folyik egy nagyon kemény országos átrendezés, aki ismeri, a többség valószínűleg ismeri, ugye elveszik a mezővárosi jogkör és besorolják a településeket. Először is én úgy gondolom, hogy le kellene írni azt, hogy mi alapján csinálják ezt természetesen, mert senki nem írja le engem, mindig ezzel üldöznek, amikor olyan késztényeknek fogadunk el valami, és nincs meg a pontrendszer leírva, hogy mi alapján mondták Bonyhádról, hogy nem. De, mert nem csak Bonyhádról, hát is itt is ugye többi településre is. Megyeszékhelyeket soroltak vissza az én, Fatorgyő szülővároson, Balassagyarmat is, Kapárból visszasorolódott, Tajkösségé, ugye, és még nem sorolom a többieket, Szekszárdról nem is beszélve, ugye, hogy már nem menjünk olyan messzire, hogy éjszaka. Tehát azt gondolom, hogy ezt bemutatni, és azt a nagyon furcsa helyzetet, hogy annak ellenére, hogy visszasorolják jogilag, annak ellenére, hogy egy csomó minden elveszi, ez fejlődik. Tehát nyilvánvalóan ez a reformkori lendületnek a továbbvitele. Hát ezt kell valahogy megint összehozni, hogy ne lógjon külön a fejezet. A konferencián olyan neves szakemberek, professzorok, kutatók adtak elő, mint Majdan János, a Pécsi Tudományegyetem interdisziplináris doktori iskola professzora, aki az önkényuralom és a dualizmus korát vizsgálta. Azt kutatja, milyen nemzetiségek, milyen vallású csoportok éltek Bonyhádon. Szőcs Zoltán, az esemény szervezője elmondta, hogy több városból is érkeztek előadók. A Bonyhád monográfia elkészítéséről szól a mai nap, és hát reméljük, hogy egy jó szakmai konferenciát tudunk tartani, hiszen régiós kitekintésű a konferencia, a Pécsi Egyetemről, a Bajai Egyetemről, és Tolna megyéből pedig két megyei intézmény is képviselteti magát szerzőkkel, előadókkal, a Gosinski Mór Múzeum és a Tolna megyei Levéltár. A levéltár igazgatója személyesen van itt, Váradi Zoltán, a igazgatóhelyettes Czövek Attila pedig a múzeumot képviseli, és Majdán rektor úr pedig a Bajai, illetve a Pécsi Egyetem képviseletében. Ha személyeket lehetne kiemelni, akkor talán őket emelném ki a szerzőgárdából, hiszen itt összeállt egy csapat, szerzők, lektorok, és olyan is van, aki csak előadóként szerepel, de többnyire általában az átfedések megvannak. Tehát most egy 12 előadós konferenciát tartunk itt Bonyhádon. A cél az, hogy legyen egy olyan átfogó, értékelő monográfia, amely még hiányzik a bonyhádi szakmunkák palettájáról.